Elkészült a síkosságmentesítési, hóeltakarítási ütemterv Tolnán, mondja Berta Zoltán, a település alpolgármestere, az önkormányzat kommunális cégének telephelyén. A tolnai önkormányzat még az októberi képviselőtestületi ülésen kötötte meg a szerződést a Telna Kft-vel a téli síkosságmentesítésre. A Kft. Részben saját munkavállalókkal, eszközállománnyal, részben alvállalkozók bevonásával készült föl a téli feladatokra. Ilyenkor elkészül egy teljes részletes terv utcákra, személyekre bontva, és ugye egy folyamatos készenléti szolgálatot tartunk föl. Tehát ez azt jelenti, hogy hétvégente, ünnepnapokon, éjszakai órákban is megvannak azok a készenlétben lévő munkatársak, illetve az az ügyeletes vezető, aki folyamatosan figyeli az időjárási viszonyokat és dönt arról, hogyha meg kell kezdeni a síkosságmentesítést, vagy hókotrást, vagy a kettőt egyszerre. Jelen pillanatban technikailag úgy állunk, hogy egy közepes méretű saját traktorunk van, mely kotrásra, szórásra alkalmas, három kis traktorunk van, ezek univerzális gépek, amik hókotrásra és síkosságmentesítésre is használunk, és további négy géppel pedig az alvállalkozók, azok jellemzően nagyobb, a saját tulajdonú eszközöknél nagyobb teljesítményű eszközök, ők pedig gyakorlatilag a szélesebb, nagyobb utcákat ezek a gépek végzik, illetve igény esetén, ha szükség van rá, akkor kézi munkaerőt is beszoktunk vonni a vállalkozótól, de az elmúlt években ugye nem voltak akkora havazások, hogy erre szükség lett volna. A buszmegállók környékét, intézmények környékét azt saját munkatársakkal meg szoktuk tudni oldani, hát majd az idei évben meglátjuk, vagy idei télben, hogy mekkora feladat áll előttünk. Berta Zoltán azt mondja, idén eddig egyszer kellett ezeket a gépeket bevetniük, akkor únos eső miatt váltak síkossá az utak. Körülbelül két héttel ezelőtt teljes felületen a város közútjait végig szórtuk érdesítő anyaggal, és nagyon apró kőzuzalék elegyével, ugyanis únos esőt vártunk, meteorológiai szolgálat ezt jelezte. Ez gyakorlatilag, ha únos eső van, akkor megelőző jelleggel kell mindig beavatkozni, mert teljes felületet 5-6 óra alatt tudjuk végig szórni. Gyakorlatilag az észlelés pillanatában már késő elindítani ilyenkor a gépeket, ezért az előrejelzés szerint előző nap megtettük, hajnalra meg is történt a lejegesedés, hál' Istennek az útjaink ezek járhatóak voltak, nem volt különösebb probléma. A kommunális cég dolgozói kézzel szórják le síkosságmentesítő anyaggal a közintézményeket, orvosi rendelők környékén levő járdaszakaszokat, buszmegállókat, amennyiben nagyobb mennyiségű hó hullik vagy únos eső esik. 13 tonna sóval rendelkeztünk a szezon megkezdése előtt, és utána egy teljes kamionnyit, 24 tonnát rendeltünk még hozzá, és körülbelül hasonló mértékű lehet a zuzaléknak a mennyisége is. Igazából többet nem tudunk eltárolni, ezeknek fontos, hogy fedett, zárt helyen legyenek, ne fagyjanak meg, hiszen hát fagyott állapotban nem tudjuk ezeket felhasználni. A város a téli szezon feladataira 4.300.000 forintot különített el.